Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 12-ig. Itt látható egy szerelmes pár. Ez te vagy és ő. De itt még vannak kihívások, viták, veszekedések, nézeteltérések. Én úgy érzem, hogy ez nem nálad van így, hanem nála. Sőt, látható az igazságtalanság is. Ő ebben a helyzetben győzni fog, hiszen itt látható, hogy hátat fordul ennél a helyzetnél, vagy lezár bizonyos kapcsolatokat. Az az illető, aki támadja őt, vagy figyelgeti őt, az nem érzi jól magát. Itt látható, hogy vannak ilyen belső feszültségek nála, vagy nagyon-nagyon bizonytalan, hiszen nem tudja, hogyan tovább. Erre nem számított, hogy ez a férfi most hátat fordít, hogy ez a kapcsolat le van zárva, nem csak az ő tartásán látjuk így, hanem megjelenik itt ez a tolvaj, és eltünteti ezt a helyzetet, vagy ezt a szemét. Itt vannak álmatlan éjszakák. Ha én a képeket megnézem, akkor úgy mondanám, hogy ez a személy, aki megbántotta őt, ennél a személynél van ez a helyzet, hogy nem érzi jól magát, vannak kihívások, nagyon bizonytalan, és látható, hogy vannak álmatlan éjszakák is. Ez a kép jelenti a múltat, a jelent és a jövőt. Ő, tehát ez a férfi, aki itt hátat fordul az eseményeknek, itt is látható, hogy befele fordul. Itt ez a három kehely össze van törve, ez mutatja a múltat, itt voltak könnyek, volt szomorúság, itt is hátat fordít ennek, most egy pillanatra úgy befele tekint, eltöpreng azon, hogyan tovább tervez veled valamit. Sőt, itt látható a kettes szám, ami utal a ti kapcsolatotokra, őrá és rá, rád, és itt látható ez a királynő, az ő szemében te vagy itt ez a királynő, a kezedben van ez az arany érem, ami jelenti az értékeket, a belső értékeket is. Te értékes vagy számára. Itt lesznek változások, kihat a sors utatokra. Ez a sors kereke más irányba fog pörögni, és tőle megkapod az elismerést. Ezek a tervei. A háta mögött megjelenik ez a két kehely, ami a jövőt jelenti, és itt már érzelmekről van szó, majd ő ki fogja mutatni az érzelmeit, és van jövőtök. Sőt, az kihat itt a sors utatokra, minden úgy lesz, ahogy a csillagokban meg van írva. És ez a kép, az egész világ jelent egy új irányt, de lehet egy külföldi kapcsolat, vagy egy utazás is. Valaki gondol rád a múltból. Ez lehet egy másik személy. Itt voltak még igazságtalanságok a múltban, de közeledni fog, ez a személy bizonytalan, mert át szeretné nyújtani ezt a kelyhet, ami jelent az ő érzelmeire, itt egy más személyről van szó, valaki a múltból, de nagyon bizonytalan, mert nem tudja, hogy te ezt elfogadod-e vagy sem, hiszen látható a tartásod, hogy mennyire zárkózott vagy. Ami még történik a közeli jövőben, itt ez az érem jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást is, és ezen a területen valaki rabolja az idődet, az energiádat, valaki kihasznál téged a munkahelyen. Itt vannak az igazságtalanságok,
De ez a tolvaj jelentheti azt is, hogy lesz munkahelyi változás, hiszen eltávolítja majd a munkát, vagy ezt a hivatást, de minden jól alakul, mert a csillagok szerencsét hoznak, ez lehet egy spirituális terület is, és itt az egész világ jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy internet kapcsolatokat is. És ez volt a heti jóslás. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Genderrel!